Sziasztok! Nem hiányozhat a munka területéről sem egy ilyen videó, úgyhogy most meghoztam nektek. Először is ki szeretném fejezni hálámat. Szeretném nektek megköszönni a sok támogatást, hogy szavaztatok rám az Everness fesztiválos jelentkezésnél. Tök sokat számított, tényleg, szóval nagyon szépen köszönöm. Nagyon aranyos volt egyébként Wild Rose Taró csatorna készítőjétől, vagyis a másik Bogitól, hogy megemlítette engem. Ezért nagyon hálás is vagyok neki is, hogy ennyire kedves volt, és meg is köszönöm így nyilvánosan is. Szóval... Na de, nem csépelném tovább nagyon a szót, azért egyből a lecsóba csapnék, ha nem bánjátok, akkor nézzünk is bele, hogy mit láthatunk itt. Itt van az érmék királya, a kardok hármas és a bolond lapja. Kezdeném is először az érmék királyával. Ez ugyan egy karakter, mégis helyzetjelölőként van itt. Ő egy erős férfi amúgy, akinek nagyon fontosak az anyagi értékek, gyakorlatias. Ez tanácsként arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk picit megfontoltabbak az ügyeinkkel, főleg nyilván a munka ügyeinkkel kapcsolatban. Gondoljuk át, hogy mit is akarunk, és azt, hogy ezt hogyan akarjuk véghez vinni. Ilyenkor mindig a hosszú távú célok azok, amik fontosak, mint a rövidek. Lehet most érdemes a realitás talaján maradni, és olyan emberek szakmai tanácsát kérni, akik gyakorlatilag gondolkoznak. Mivel itt van egy kardok hármas, ez valami fájdalomra és nehézségre utal. Lehet valami konfliktus helyzetből adódó érzelmi neheztelés, vagy magunk nem tudunk megbirkózni a vágyainkkal. Ez alap mindig fájdalommal telik, mindig fájdalommal van így kapcsolatban. Mint egy csalódás, de nagy csalódás. Lehetnek belső konfliktusok is. Itt nagyon fontos, hogy okos döntés hoz. Bár ez nyilván nehéz. Lehet olyan légkör vesz körül téged, ami amúgy nem annyira barátságos. Itt nagyon fontos, hogy felismerd a dolgokat, akkor is, hogyha mondjuk azok fájdalmasak, de nevén nevezd azt, amit annak kell. Lehet ez egyfajta kiúzanodás is. Nyilván az ilyesmi nem könnyű, és senki nem szereti, különösen... Ez egy ilyen kellemetlen dolog. Néha ugye vannak rossz napjaink is, nem mindig könnyű jól választani sem, mert a szívnek is van egy ilyen nagy ereje. Mégis ezeket a katasztrófákat nem szabad bánni. Nem olyan jó, hogyha ezeket sokáig hordozzuk magunkba, mert nem nagyon lehet ezen olyan értelembe változtatni, hogy ettől bármi más megoldás szülessen. El kell fogadni, hogy vannak nehéz tapasztalatok, amiket barakunk a batyunkba, mint például itt a bolond batyujába, és tovább megyünk, mint a bolond is egyébként. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne járjunk továbbra is nyitott szemmel, mert azért az sem jó, hogyha el akarunk dolgokat sumákolni, esetleg felelőtlenek vagyunk, lemondunk megbeszéléseket, elhalasztunk ezt-azt, ürügyeket keresünk, mert kellemetlen, magyarán a homokba dugjuk a fejünket. Figyelned kell, szembe kell nézni ezekkel a nehéz tapasztalatokkal, és tovább kell tudnod menni, és ez azt is jelent, mivel itt van egyrészt a bolond, hogy azért új lapot is kell elindítanod ezzel az egész folyamattal. A bolond egy nagyon különleges lap, és szeretnék is róla egyébként beszélni. Spec nekem amúgy a nagy kedvencem.
láthatjátok, a bolond egy szakadék közelében van, igazából felelőtlenségében, vagy inkább figyelmetlenségében, nem látja ezeknek a dolgoknak a veszélyeit, és nem veszi észre, hogy milyen veszély van körülötte, mert nem erre figyel. Szóval azért nyilván egy kis felelősség, teljességet kell belevinni, és észrevenni a dolgokat, hogy mi van ott a tükör mögött. De azért ez arra is utal, hogy ugye nincs út, nincs olyan út, ami ne rendelkezne valami problémával, és problémamentes lenne teljesen. Mindig ott lesznek ezek a szakadékok, természetesen mindig figyelni kell, de azért mégsem aggódhatjuk túl magunkat mondjuk apróságokon, vagy olyan dolgokon, amiken nem tudunk nagyon változtatni. Azokon tovább kell tudnunk lépni. És nem kell azonnal sem megijedni egy új helyzettől, vagy egy új szakadéktól. Ez alap azt mutatja, hogy próbálj ki valami újat, azért legyél felelősségteljes. A nyitottság az most különösen fontos, és ezzel így meg tudod nyitni a kreatív éned előtt ezeket a kreatív minőségeket, és akkor így beindul a fantáziád és a probléma megoldásod is. Egyébként a mitológiában is ugye úgy ábrázolják sokszor a világ születést, hogy egy káoszból születik. Most ennyit szerettem volna mondani, nagyon örültem, hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!